Mióta az elmúlt év végén módosította a célját a Nyíregyháza Spartacus, azaz az élvonalba akar kerülni a klub, a vezetők igyekeznek minőségi játékosokkal megerősíteni a csapatot. A legújabb szerzemény a 33 esztendős Korolovszki Gábor, aki korábban 6 alkalommal pályára lépett a magyar válogatottban is. A középső védő legutóbb Szombathelyen szerepelt, onnan érkezett a Sparihoz. Nem volt nehéz beilleszkedni, mert egyrészt azért egy pár évet már futballoztam, másrészt a játékos társak nagyon-nagyon aranyosak és kedvesek voltak, és normálisan fogadtak, úgyhogy ebben nem volt. Annak különülök, hogy ha jó bemást tettem bárki is mondjuk a szakmai stábra, de nem volt nehéz, a társak abszolút segítőkészek voltak. Végül utána nem játszottam ugye a Hadásból, valószínűleg ugye el is üldöztek, illetve itt van egy cél, hogy fölkerülni NB1-be, úgyhogy ezt mindenképpen csak úgy, hogy az ember 100%-osan motivált. Korolovszki Gáborral és a Haladással a hét közepén állapodott meg a Spari vezetősége, így a védő fél plusz 2 évre kötelezte el magát a nyíregyháziakhoz. A szurkolók legközelebb szombaton a 14 órakor kezdődő Tiszakanyár elleni edzőmeccsen láthatják a futballistát és társait a Városi Stadion műfüves pályáján.